Hatalmas taps fogadta Dombóvár újonnan megválasztott polgármesterét a képviselőtestület alakuló ülésén. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a valós, megfontolt fejlesztések iránt elkötelezett, ennek megvalósulásáért fog dolgozni. Ez a bizalmat azt gondolom nem most szereztem meg, hanem az elmúlt 10 évben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok munkát el kellett végeznünk mind a 8 körzetbe, hogy az emberek elhiggyék, hogy ezt lehet másképp csinálni, és talán másképp érdemes csak csinálni, és nem szabad az energiát a háborúra fordítanunk. A dombóvári fejlesztési helyzetek kivizsgálása érdekében 8-10 napra leálltak a munkálatok. A kivitelezők ezzel kapcsolatosan semmilyen sérelmet nem jeleztek. Azt gondolom, hogy olyan fejlesztések zajlanak, amelynek a pénzügyi hátteréről és annak biztonságos kifizetéséről szeretnék én meggyőződni. Nyilván nagyon fontos, hogy megismerjük azt a műszaki tartalmat, ami a valóságban épülne. Jelzésértékű, hogy a helyi testületi alakuló ülés napján tartották Dombóváron a Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésének alakuló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének. 10-en vagyunk, a nem közénk tartozók 5-en vannak. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Itt elsősorban a megye fejlesztéséről beszélek, azokról az Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról, amelyet annak érdekében tudunk majd felhasználni, hogy az itt élő emberek otthon érezzék magukat, tudják nevelni a gyerekeiket, a közösségeik tudjanak működni, tehát jól érezzük magunkat Tolna megyében. A helyi lakosok nagy érdeklődését emelte ki Potápi Árpád János államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője. Fehérvári Tamás, akit közgyűlés óriási többsége 13 szavazattal megválasztott, szintén dombóvári lakos, úgyhogy öröm számomra az, hogy ilyen nagy figyelemmel és jókedvűen, felszabadultan zajlott le mindkét közgyűlés, illetve az itt ülő emberek is így fogadták ezt. Október 23-a van, ez a nemzeti ünnepünknek itt Dombóváron és Tolna megyében már egy részévé is vált. Dombóvár polgármesterének munkáját és céljait méltatta Süli János miniszter. Ez egy fontos győzelem, azt gondolom, mint hogy a polgármester úr elmondta, nullállapotot akar fölvenni, együtt akar működni mindenkivel, aki a város érdekében hajlandó dolgozni, ez szerintem is a legfontosabb. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökeit most nem választották meg, arra majd egy későbbi időpontba kerül sor.